Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, csodálatosan szép, szokásos YouTube élőadásos szerdát kívánok nektek. Ezúttal a Contraband Police nevezetű határőr szimulátor játékkal, amiben egy csodálatos kommunista anyaföldet védő ország szélén meg fogjuk állítani azokat a huncut egyéneket, akik illegális dolgokat akarnak a mi földünkre bejuttatni. Úgyhogy erről fog szólni ez a mai adás. Tudjátok, jó kis faszkodós szimulátor játék. Egy adás erejéig megnézünk és szórakozunk egyet. Szevasz, a Zalán, Réka, Simikraft, Nettus, Hirks, üdvözlégy, Tibor, Lili, Miklós. Sziasztok, sziasztok, srácok! Köszi szépen mindenkinek a sok tagságot itt a YouTube-on is, nem győzöm sorolgatni egyébként, úgy pörgetitek, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszi mindenkinek, gratula a badge-ekhez, már lassan itt fél éves tagjaink vannak, úgyhogy nagyon szépen köszi mindannyiótoknak. Remélem egyébként, hogy jól telik a hét, minden szuper, én ma végre fölvettem a hétvégi videót, kipróbáltam a PSVR 2-t, amúgy állat volt, úgyhogy... Vasárnap a főcsatornán majd végre ismét virtuális valóság videó lesz. Szerintem fasza lesz, de majd meglátjuk, hogy Félix mit kezd vele. No, ezek így a közérdekű információk, meg az, hogy boldog nőnapot minden egyes és minden kettes kedves hölgy nézőnek. Srácok, ne felejtsetek el virágot venni. Jó, még nem késő, még estig belefér, úgyhogy tessenek a drága hölgyeinket méltó módon megünnepelni. Mindenkinek otthon. Szia Csaba, Citrozoi, Szevasz, Hello Zsolt. Igen, mondhatnám, hogy a nőnap miatt vagyok így kiöltözve, hogy megtiszteljem a lányokat, ennyire figyelek a közönségemre, de amúgy hazudnék, nem azért vagyok inkbe, mert csiptetős mikrofonnal vettem föl a VR videót, és ingre könnyebb felcsippenteni a mikrofon, de maradjunk annyiba, hogy a lányok miatt, jó? És Isten éltesse a Zoltánokat is természetesen. Viág! Köszönöm szépen a tagságot neked. Üdv itt köztünk. Boldog Zoltán napot, így van. No! Srácok, készen álltok? Mindenki felébredt, mindenki rendőrnek öltözött, szigor van, fegyelem, készen álltok a testüregi motozásra, remélem, és hát belevetjük magunkat ebbe a Steamen elérhető videójátékba. Én kaptam a kulcsot a kiadótól, bebombáztak e-mailbe, úgyhogy nem tudom nektek megmondani, hogy mennyiért vesztegetik ezt a csodát, de ha valakinek tetszik, akkor nézzen utána. Jó napot, Nessike, XDD! Szevasz, Márk! Hello! Sose fogom ezt megérteni, de na, hát nem bántjuk a gyerkőcöket, akik beesnek. Sziasztok, kicsi nebulók! Ez egy nagyon jó videó, játszi lesz! Rendőrbácsisat fogunk játszani, és elkapjuk a csúnya csempész gonosz tenoristákat, bizony. Nagyon-nagyon aranyos lesz, úgyhogy most szóljatok anyukátoknak, hogy zárjon be titeket a szobátokba, és semmi mással ne foglalkozzatok, mint a játék élvezetével. Steamen még nincs ára, ja, hogy még nem jelent meg? Hát abban a pillanatban látjátok, illegálisok vagyunk. Én vagyok itt a határátkelő. No! Kontrabandus policáj! Vágjunk bele, srácok. New game! És már megy is. Policka! Ott vagyok. Az vagyok én. Ma jelenik meg hivatalosan a játék. Köszönöm szépen, Hirks, az infót. Nem tudom, hogy mire számítsak. Ezek a szimulátor játékok, tudjátok, ilyen 50-50 százalék. Általában. Na mehet. A Contraband Police egy fikció. Semmi köze a valósághoz, nincsenek benne valós emberek, úgyhogy minden hasonlóság csak a véletlen műve. Karikatka fantázia országában vagyunk 1981-ben a kommunizmus csúcsán. Hey, babuska! Hello, komrád! Tisztelet! Ott vigyázzál, el ne üssed a szarvas, te! Ésszel vezessé, meg kiszállok azt... Rajtad is elvégzem a testüregit. Nikitka vodka! Aha, a dribácske pucsta. Ott azt stoppolnak, álljunk már meg, ha ott voltak a mariskáék!
A földieim! Hát vigyük őket, na! Kapitány, maga nagyon kis köcsö, mármint, hogy... Jugi. Jó. Követni fogom a kapitányság utasításait, köszönöm. Na itt a határ, abba a pilla, Jézusom! Te hogy fékezzel, te hülye vagy? A porta! Assisi? Nagyon jó, már megyek is a portára. Ez az. Gameplay, hölgyeim és uraim, gameplay. 10/10. Dobri vecse! Nagyon jó. Oké. Okay. Jó napot kívánok! Repnin, Konstantából, üdvözölem. Én vagyok Nessalos, az új fiú. Mire kell nyomni? Never mind. Ja, várja, oda kell menjek. Hát az, hogy megyek át a határon. Nézzétek, így kell átmenni a határon. Hő? Kész, illegális vagyok. Bocsánat, kapitány, nem beszélek. Magyar! Magyarszki! Hát, én nem beszélni szovjet. Jó, hát az ajtón is átjöhettem volna, de én egy igazi rossz fiú vagyok. Ez mi? Aha. Posta Akaristan. Ott az újság. Letartóztatták az elődünket, srácok. Aha. Itt korrupt volt az előző határőr. Na, akkor abban a pillanatban a helyére lépünk, és hagyjuk magunkat megveszlegetni mindenkivel. Jó napot! Aha. Én vagyok az. Dutyi Folder. Aha, egyten a policka feladataink leírása itt van, tabulátor. Azt mondja, határőrködés. Csekkolni kell az átkelők nevét. Aha. Csekkolni kell a lejárati dátumot az útlevelükbe. Igen. Ott ellenőrizni kell az útlevélszámot és a fotóját. Amúgy nem tudom, hogy ismeritek-e a Papers, Please nevű játékot, az annó nagyon nagyot ment a YouTube-on. Ez ahhoz hasonlónak tűnik. Igen, Akaristán országában vagyunk. Igen. Igor Akarov a líderünk. Ott vannak a hivatalos pecsétek. Aha, itt a szomszédos országok. Kagasztám. United Rally. Al-Barakak. Erkei királyság. Automobilok. Jó, van itt minden, köszönöm szépen. Világos. Nagyon jó határőr leszek. Jó napot kívánok. Novik. Maga a takarító? De föl kell vennem a policka öltözetet? Vagy az már rajtam van? Sose tudjuk meg. Na. Aha, ott már. Következő. Tessék jönni. Tessék jönni. Úgy. Megállsz, megállsz. Határellenőrzés. Parkolja le a járművet, uram. Jó napot kívánok. Így van. Jogosítvány, forgalmi engedély. Azonnal adja át a dokumentumait. Ah, grácie. És már nézem is. Kapitány, fogja már be a pofáját, mert nem tudok koncentrálni. Köszönöm, vége. Na, azt mondja, Jakim Kravchenko. Legalábbis ez hazudja. Aha, az van ráírva az útlevelére is. Nagyon jó. Aha, data is correct. Össze kell hasonlítani. Perception. Go to rest to restore a perception level. Aha. Nem, az egyezik. A dokumentum az is egyezik. 81 áprilisáig érvényes. Április 21. Jó, ez validnak tűnik. Itt jobban itt a dátum. Ez nagyon jó. Ja, várjál, itt a report. Az egyezik. Egy rá is kell kattintanom? Aha. Lejárati dátum. Az megfelelő. Azt mondja, passport number. Az is megfelelő. Ezt ki kell pipálnom, vagy mit kell csinálni? Fotó? Hát azt meg kell nézzem. Hogy nézel ki?
De undorító fejed van. Jó, jónak tűnik. Azt mondja... Haladjon tovább! Úgy. Kérem, uram, haladjon tovább. Szép napot! Köszönjük, hogy minket választott. Mehet! Ezzel a lila undorító szarral. Hajad is milyen. Ez sikeres! Kaptunk $100. Gyönyörű. Következő. Kérem, jöjjön. Tessék haladni. Jó napot, állítsa meg a személygépjárművet. Köszönöm. Ablakot lehúzod. Aha. Ez külföldi gyerek. Aha. Az brakonázsgyi. Na mutassad akkor, jogosítvány, forgalmi engedély, útlevél, anyakönyvi kivonat. Hadd nézem. Ramil Eraliev. Igen. Azt mondja, passport, number, stimmel. Azt mondja, dolgozni akar bejönni? Psz, meg oda nézzetek, Erkely királyságából jönne dolgozni. De hát itt a logó az más. Lejárati dátum. Rendben van, ott fönn közben csökken a megfigyelési képességünk. Hát ez itt nem egyezik, de nem tudom, hogy az mit számít. Fotográfia? Hogy nézel ki? Hagyd nézzem azt a ronda pofádat? Aha. Nagyon jó. Szálljon ki az autóból, uram! Testüregi motozásnak vetjük alá a belépő. Aha. Vadajcse. Aha. Szálljon ki a járműből, uram! Aha! Aha! Droggyanús! Fogyasztott marihuánát az elmúlt 24 órában? Miért akarja elvenni az akarisztániak munkáját, uram? Na jó. Takarodjon vissza a járművébe. Horosekodájma! Csukja vissza a motorháztetőt. Így akar elhajtani az autóval? Uram! Ez közvetlen, hát csukja be az anyós! Uram! Uram, hát maga egy... Na! Ezért nem szabad be... Na, nem jó, azt nem volt jó. Invalid volt az inspekcióm. Mi volt rossz? You can check in this panel... Hol, melyik panelon látom? Azt mondja... Anyan was allowed to enter the car, display bad paperwork. Na mi volt a baj, chat? De ki van pipálva minden? Mi lehetett akkor a baj, szerintetek? A pecsét? Le volt járva, és a fotó se volt jó, azért van itt piros színnel. A piros csík. Aha. De hát nem egy szeptemberi lejárati dátum volt. Na! Nézzétek, ilyen figyelmetlen vagyok. Jó, következő! Kellett volna az a testüregi motozás. Jó napot! Állítsa meg a személygépjár. Na, ez a bajusz, ez. Aha! Nekünk itt gondjaink lesznek, uram. Itt ebből probléma lesz. Adja át az iratait. Aha, nekem maga nem tetszik. Megmondom az őszintét. Adare Abashi. Legalábbis ön ezt állítja. Na, itt miért lehet ezt így kiikszelni? Azt mondja, a passport az egyezik. Aha. Május 4-éig érvényes. Az rendben van. Azt mondja, turista. Aha. Tehát turistáskodni szeretne. Nagyon érdekes, hogy turistáskodni szeretne a mi szép országunkban. Érdekes. Aha. Szálljon csak ki abból a járműből, uram! Szálljon ki a járműből! Mit akar becsempészni az országba? Hadd nézem ezt a fost! Aha! Látom én, hogy hova dugja a drogot! Aha! Nagyon érdekes! Gyanús ön nekem! Amúgy igen, lehet, hogy az izét néztem, csak a belépést, és itt ezt nem néztem meg. De ez is jó. Hát ez megint, ez jónak tűnik.
Jónak tűnik? Jó. Kérem, haladjon tovább. Elfogadom. A lárácsló. Jó van, szépen beszéljél. Figyelj, a motorháztető csúg le, mert... Úgy, nagyon jó, azaz. Azt hittem elmegy ennyi. Na, ez jó volt, ez végre jól csináltam. Minden rendben volt, ez az. Lassan el kell menni aludni, mert fárad a karakterem. Következő. Jó napot kívánok. Na, ez meg a pornórendezőnek néz ki. Üdvözlöm, Nessali barát vagyok. Kérem, adja át az iratait. Atmaturo. Atmaturo. Köszönöm szépen. Na, hagyd nézem. Aha. Mint hogyha megborotválkozott volna azóta. Hilal Csakir. Aha. Nagyon érdekes. Itt a számok stimmel. Na, hojajaj! Ott az nem egyezik. Ott az, ajajajajajaj. Jajaj. Azt ráadásul le is van járva az igazolvány, uram. Jajaj. Hát ez nagyon szomorú. Hát ez nagyon szomorú. Sajnos, uram, ebből baj lesz. Jajaj. Hát hadd nézem át a szálljon ki a járműből, uram. Azon nyomva, szálljon ki a járműből, jó? Tessék, itt úgy-úgy taka van. Köszönöm. Hagyd nézzem csak. Aha. Persze, a bőrülésbe rejtjük a szajrét, ugye? Mit szállít, uram? Hallotta már a fürge ujja kifejezést szegény kis hazánkba? Hadd nézzem meg. Aha. Oda másszál be. Elvégzem itt a motozást én mindjárt. Illegális papírokkal? Lefedett kocsiba? Aha. Jó van. Azt akkor oda ne is tessen visszaszállni, ott maradjon az autó mellett, mert ott problémáink lesznek. Na figyeljél ide, meg! A denied! Így maga nem lép be ide. Így van, az autót lefoglaljuk. Így, nem, no, álljon meg! Na, akkor forduljunk vissza szépen, jó? Ne nézzél így rám! Ne nézzél így rám, ott forduljál vissza. Jó? Ott így. Rükvercbe elrakott kurva, ott visszafordulsz, bazd meg. Úgy, húzzál haza. Abból a segjukból, ahonnan jöttél. Úgy. Nagyon jó. Mi csak $80 kaptam, mert elutasítottam. Na szép. Elfáradt a karakterünk. Itt lakok. Van egy... van egy kis uborkánk, mosatlanunk. Itt lehet pihenni. Nagyon jó. Ja, hogy nem találtam meg egy eltérést. Oh. Aha. Jó, tehát annál több pénzt kapunk. Ja, és a nap végén még le is von tőlünk. Aha. Nagyon jó. Eszáj, miért vagy buzisan beöltözve? Majd elvégzed az általánost, és akkor majd anyukád bemutatja neked az ing koncepcióját, majd a ballagáson muszáj lesz fölvenni, onnan... Mi megyek bele? Azért, mert a te szavaiddal élve buzi vagyok. Ez problémát jelent? A kontrabagyicsiló. Aha, jönnek a csempészek. Kontrabandu. Aha. Tehát tudjuk, hogy az egyik csempész 47 éves, a másik meg MDF-es, tehát hogy pártag. Oké, akkor figyelnem kell rá, hogy ezek jönni fognak, gondolom. Kaptunk egy fülest. Ja igen, homofóbis vagyok egyszerre a kettő. Az egy jó kombináció. Na, jó napot kívánok! Aha, ez egy gyanúsított. Na, szálljon ki a járműből, uram. Aha. Úgy, mert rád verem az autót.
szerbien ni znak. Ona je lista. Na zíratait adja át gyorsan. Ezt azért nézzük meg. Mára jó, jól mász. Az stimmel. Nem tudom, hogy ilyenkor meg kell egyébként nézni az adatait. Az stimmel. Az is stimmel. De most már inkább megnézem. Nagyon jó fotó. Fotót lehet valahogy ellenőrizni? Ránézek. A fotója is stimmel. Oké. Na öcsi. Figyelj ide. Ott tartod az árut. Aha. Aha. Érdekes. Aha. Oda bevizsgálok mindenhova. Mindjárt hozzuk a kutyákat, köcsög. Aha. Ja, így. Aha. UV-val kell megjohnizni, nézd meg! Ott az UV lámpa átlát. Contraband in these places. Na nézzük, hol tudnak csempészni. Azt mondja, gumi, a tető, ott a lökhárító, benzintank, a szűrőbe, hátsó lökhárítóba. Aha. Na, azt mit jelent a kígyó? Mit csinálják a kígyóval? Ja, kés. Aha. Na, maradjon itt, uram! Ott az mindjárt hozom a kést, azt főnyitom a belit. Ott a taktikálnál. Na! Kurva nagy bajba vagy, öcsi! Aha. Ott a vágjat föl. Ott, ott. Hát az... Ott, ott! Az ott 65 kiló kokó, köcsög! Aha! Aha, kontrabando! A kis koksi! Aha! Nézzük csak! Aha! Ott a kis koksi! Aha! Jó. Na! Letartóztathatom? Hát előbb akkor guggoljon le, uram! Na! Az dutyi! Hogy került oda? Nem a magáé, ugye? Aha! Na oda akkor sétáljon be! Jó napot kívánok! Ott fogsz megrohadni reggelig. Nagyon jó. Jó szórakozást. Budi nincsen, ott azt a vödröt a sarokba lehet használni. Ezt nevezem munkának. Itt vannak az eszközeim. Aha. Ez égvilágon semmim nincsen. Jó. Hát majd fölfejlesztjük. Aha, itt a loot. Nézzenek a story of tools, weapons, and goods for trade. Igen. Itt kell elrakjuk a koxit. Ott az pakoljad is be. Nagyon jó. La cocaína. Hát ezt lefoglaljuk, srácok, ugye? Későbbi használatra. Ott is van, ez most már a miénk. Nagyon jó. Tisztelet az ország vezetőjének, Isten éltesse sokáig a nevét. Kiváló. Na kérem. Egy a dutykóban, hát a személygépjárművet is azt ugye vihetjük. Félreállhatok vele? Nem, meg kell kérdezni az officert, hogy mit csináljak az automobillal. Davaj! Takaríts el az autót, jó? Elemeire bontani, eladni a méhbe. Köszönöm, Maximo elvtárs. Oda nézzé, hát tökéletes, megtaláltam az összes koksit. Kiváló. Ügyes. Rácok, belejöttünk. Innentől kezdve senki nem csúszik át a határon. Na, következő, tessék jönni. Ja, várjál, nem még, ott fejszek el.
Nem tudom, hogy meg lehet-e szurkálni a csempészt. Na kérem. Azt mondja, most már bökővel járulok mindenki elé. Aha, fejsze. Azt is ad. Úgy, minden legyen nálunk, persze. A következő kollégát fejszével várom. Tessék jönni! Bátran, lehet! Úgy-úgy! Ott a személygépjárművet, tehergépjárművet megállítod! Dobri vecse! Na jó napot! Kérem uram, szálljon ki a járműből! Mindenek előtt, úgy is van! Köszönöm szépen! Na! Azt mondja, dokumentumokat kérném szépen bemutatni ellenőrzésre! Köszönöm uram! Kádur Dogán. Aha, hát itt Kádír van. Jajjaj, hát itt csattanni fog a bilincs. Sajnos a passport number se stimmel, uram. Hát ez nagyon kellemetlen. Aha, az már réges-rég lejárt. Nyolc, ez egy évvel ezelőtt lejárt, uram. Ajjaj. Hát itt nagyon nagy bajok lesznek. Aha. Kontraband detekció is lesz, uram. Ezt itt nagyon rosszul áll a szénánk, sajnos. Azt kell mondjam önnek, itt nagyon nagy bajok lesznek. Na, hagyd nézem ezt a rakásszart. Aha. Csempészünk valamit? Azt mondja, dolgozni jött ide, ugye? Ott azt hadd nézzem meg. Aha. Érdekes. Nagyon érdekes. Aha. Jó. Szerencséd van. Hadd nézem itt alul. Aha. Ott már várja a társa. Ha nem találok semmit, fogja be, mert rád verek egyet a baltával mindjárt. Na, hadd nézem. Aha. Ott a gyanús az a plafon nekem. Érdekes. Most még bevallhatja, hogy mit szállít, uram. Nem látok semmit, hogy rohadjon meg. Aha. Hova dugtad a koxit, te köcsök? De az volt odaírva, hogy confirmed cargo, tehát hogy valamit szállít a Johnny. Nem látok semmit. Az anyja kecsegít. Elejét nem lehet felnyitni? Mi az elejét? Az adatok akkor se stimmelnek. Mi volt a report? Mi 47 éves embert keresünk még, aki csempész. Aha. Hány éves vagy te? Hát nem tudom, mert az egész hamis. De amúgy nem 47. Hát akkor inspection finished és denied. Most meglátjuk, elrontottam-e. Ennek nincs vége? Miről beszélsz? Na húzzál vissza az országodba, nincs vége! Vágok még egy lyukat a hátadra? Jó, takava haza! Úgy, nagy ívbe forduljál meg, takarodjál az országomból! Na, következő. Ez az, kaptunk $100. Hibátlan volt. Ja. Fasza volt. Megy ez. Jó napot kívánok! Állítsa meg a személygépjárművet, köszönöm! Jó napot kívánok! Azon nyomba lépjen el a járműtől. Ajtót rád verem. Köszönöm szépen. Iratait adja át. Köszönöm, jogosítvány forgalmit. Tahir. Állítólag Tahir. Az ott rendben van. Az a szám, az stimmel. Májusig még érvényes. Vizitálni jön erkeiből egyébként. Úgy látom, ez is érvényes. Gyanús maga, hogy ennyire érvényes minden igazolványa. Azt kell, hogy mondjam, uram. Mindig gyanús, hogyha valaki ennyire tiszta.
személygépjárművétárt vizsgálnám engedelmével. Aha, nem szállít semmit, én is ezt mondanám. Nagyon érdekes. Miért izgul akkor? He? Mondja az UV lámpába, miért izgul? Aha. Dugdossuk, koxit szállítunk, extazi? Miben utazol? Aha. Érdekes. Érdekes, hogy ilyen tiszta vagy. Félsz a baltától? Dugtak már föl neked egy ilyet? Mindjárt itt fölfeszítem az egész autót. Inkább, hogy most elmondod, hogy mit szállítasz, jobban jársz, mintha ezzel nyakon szúrlak. Nem? Na jó. Hadd nézzelek. Jó. Ez volt minden, uram. Beléphet az országba. Jó? Szépeket mondjon csak a határőr ellenőr bácsiról. Hát, ha előléptetnek. Csukja le azt a rohadt motorháztetőt, uram. Azt is visszacsukjuk. Jó utat. Reméljük kellemes volt a határőr vizsgálkozás. Ez a 100 dodó. Következő. Állítsa meg a járművet. Nagyon jó, szálljon ki. Jó napot kívánok, ön bűncselekményt követett el, ízléstelenség vágyával állítanám elő, szálljon ki a járműből azonnal. Ilyen pulóvert nem lehet fölvenni. Jó, tehát ezt büntetés nélkül nem lehet. Kérem, adj át az iratait. Köszönöm. Aha. Jegor. Ha így hívják. Gyanúsan egyeznek az adatok. Érdekes. Azért ez a zene némi gyanakodásra ad okot. Aha. Már nagyon fáradt a karakterem. Érdekes ez is stimmel. És még a fotója is. Hát sajnos a járművet át kell kutassam, uram. Hadd nézzem. Aha. Aha. Hozhatnánk a német jó... Aha! Cigaretta! Aha! Ott a piros Marlboro! Ott a... Pénzzel? Aha! 300 dodóval? Aha! Hoppácska! 300 dollárért engedjelek be? Hát várjál egy kicsit. Ott mindjárt megbeszéljük. Ott még azért megnézem a lootot. Jó? Álljál meg azzal. Aha! Hop-hop! Hop-hop, Johnny! Hát itt van valami. Még egy kis piros Malbi. Jaj, hát ez nagyon kellemetlen. Gondolom csak a mamádnak viszed, ugye? Aha. Érdekes. Hátsó ülésem, itt rejtegetünk. Hát, haver, ezt most nagyon beszoptad. Nagyon jó. Azt is átnéztük. Azt is átnéztük. Na, hol volt a dodó? Jegor. Hogy volt az? Hol van a 300 dollár készpénz? Ad patincsad elő a készpénzt, nagyon gyorsan. Azt a 300 dollárt, azt kérem szépen, jó? Adjad elő az árut, köcsön. Nagyon gyorsan pakolják ki. Hogy lehet elkérni a pénzt? Nem? Na jó van, akkor átnézem a kocsi többi részét is. Aha. Mennyi odébb, vöcsök? Ökhárító alá? Hát tudom én, hogy becsempészel minden, basz meg. Azt hiszed, hogy itt csak a cigarettát, azt meg tudod itt johnizni? Aha. Jó van. És ráadásul... Hány éves vagy? 47 éves. Ó-ó! Hát uram! Az dutyi! Vácsoddai nára! Ott volt a keréken. Én nem láttam. Várjál, még azt lootolom. Melyik keréken volt? Jobb hátsón. Hol? Á! Mivel basszam szét a kereket? Az hogy benne van a Malbia? Az mi? Haló? Az mi?
Jó. Szállíts el a járművet, Maximov. Aroszko, varisú. Nagyon jó, szép munka. Elkaptuk mind a két csempészt. Na, most már cigarettám is van. Ezeket így el lehet adni ilyen illegális piacon? Hát ez nagy fogás volt már. Helyes. Na, megyünk pihenni. Ketten a dutykóba. Jól végzett munka. Lehet aludni. Jó. Property maintenance 290 dodó, gazdagok vagyunk. Varisu, nám potrieba osvobodit spacne ač posta. Aha. Vás budiec, sajavíčel. Vás danieza. Prevozku za kotníku. El kell szállítanom a rabokat. Dostavica prevozku kontrabandu. Na policejku bázu. Á, kontrabando. El kell menni a boltba is. Ú, hát ma kirándulni megyünk. Amúgy ezeket nem tudom elsózni. Figyelj, magamhoz veszek egy cigit. Tesó. Kell cigi? Nem kell cigi? Azt hittem el lehet adni a kollégáknak. Jó, akkor addig visszarakom. Cigareckú. Úgy? Nagyon jó. Na! Hello, fiúk! Beszoptátok a dolgot. Menjél a rendőrautóba. Abba a pillanatba. Ez az. Aha, a kontrabandót is vinni kell. Visszük a csempészárút. Kontrabando. Hopp. Aha, itt van a rendőrgarázs. Aha, és itt fel kell készíteni majd a személygépjárművet. Ott van a... Ú, na ez a beszéd. Azt ott miért van egy balta? Azt ad ide nekem. Azt a baltát, azt magamnak szeretném, köszönöm. Ez az. Bepakoltuk. Te vagy itt a mechanik? Most te nem tudsz mit csinálni, ugye, bajusz? Jó. Na, fiúk! Jó, csúszott a szappan! Beszoptátok. Labor camp. Aha. Azt mondja, térkép. Ó, mentek a hegyekbe táborozni, fiúk! Nagyon jó lesz. Hol vagyok? Ott vagyok a border postnál. Aha. Nagyon jó. Ott start the engine. Hey, tetszik a zene, fiúk? Nagyon jó, gáz! Hey, mamuska! Elsőbség, határőr vagyok. Na jó, nézzük. Hoppá! Várjál, térkép. Térkipeckú, arra megyek. Így van. Kijelőzött egy paraszt. Hőte! Ki ott nem pofázik hátul. Kijelőzöm a ladát. Milyen szép motel. Nem sokat látok a visszapillantóba. Középső tükör nincs is. Na, már hiányzik az Eurotrack szimulátor. Tényleg, van valami szirénám? A semmiből pattant elő egy fa! Azt tényleg ráölt az útra. Sziréna! Hol volt? Sziréna. Elnézést! Mindenki nyugodjon meg! Mindenki nyugodjon meg! Intézem is! Mindenben számíthatnak a határőrségre. Kérem, haladjon tovább! Na. Elhárult a veszély, nyugalom. Mehet a baszató muzsika.
Nyugton vagytok, fiúk, jó? Gáz. Gáz. Ez az. Hey baby, baby, baby. Határőrök. Tempójuk halálos. Nem nagyon érzem ezt az automobilickit. Ő te! Aha! Megjöttünk, fiúk! Táboricki! Hihi! Júj, de becumantottátok! Bányászás lesz napestig! Jó napot! Igye, betolatok! De nincs tolatóradarom! Jó, inkább kiszállok, majd betolat valamelyik paraszt. Jó napot! Manalov őrmester! Üdvözlöm! Átadtam a rabokat! Nagyon jó! Mi kell még? Most el kell menjünk a boltba? És mi van a záruval? Azt majd eladjuk valahol? Gondolom. Oké. Akkor megyünk Vladhoz. Hogy fogok kitolatni ezzel a szarral? Nem tudok kihajolni. Nem is működik a visszapillantó. Aha, X-en neki mentem valaminek. Bocs, fiúk! Elfordul. Gáz. Nyissad, nyissad, Johnny! Elsőbség, kösz! De babuskám, de szép gyerek vagy! Kúrjuk rá a szirénát! El az útból! Határőrség! Yes! Valahol majd el kell fordulni, balra. Vigyázzál, határőr vagyok! Ott neki ment a fának? El az utamból! Akár egy kuszi határőrség! Mi az erdőn átmegyek? Nem tudom. Van külső nézet, nem baj, ez így immerzívebb. Hello, Vladyi! Megjöttem. Kapcsolt ki a rádiót. Be kell parkoljak? Vladi! Hoztam egy csomó csempész cuccad. Engess már be! Elől kell bemenjek? Hát azt hittem barátok vagyunk. Szeva... Dobri vecse! Jó a felszereltség, hello! Na mit, Tráda? Hűte! Vladivostok! A hűt! Hát van itt pisztoletta, granadiárem! Látom, van minden. Figyelj, veszel egy fejszét? Hogy lehet eladni? Nem veszel meg semmit? Vedd már meg. Mi a feladatom? Miért a padlást mutatja? Ez mi? Egy átlagos kisbolt. Mi a küldetésem? Mi a küldetésem? Ja, ez egy légypapír akar lenni? Ja, ott vannak rajta a legyek. Látom már. Hát érdekes megoldás, de mondjuk működik. Hmm? Ja, nem olvastam el a szöveget, de gondolom a csempész árut kell neki eladni. Hoztam neked minden finomságot.
Na. Jó napot, uram! Maga itt mit csinál? Jogosítvány forgalmi engedélyt abban a pillanatban mutassad föl, vagy megblaházlak. Ada? Na, odafigyelje, Vladyiskú. Cigaretten? Nem? No cig... Ott azt hogy dobtam ki? Vagy vaszidó? Jó, mehet a hátsó ülés, nem tudom mit kell csinálni. Cigarettem? Nem? No cigarettem? Zigi? Be kell állni a kocsival? Lehet. Hát bezárta! Ja, csak venni kell bármit? Ez nagy küldetés. Nincs meg minden szerszámod, venned kell. Igen, amúgy arra gondoltam, hogy a tetőre fölállunk a kocsival. Na, picskú! Gaspipe, branch, tonfa... De ezek nem szerszámok, ezek fegyverek! Ásó. Na, veszek egy ásót. Jó. Aha, és akkor a rendőrállomáson kell leadni a cuccokat. Oké. Köszi, Vlagyi! Azt mondja, egy gáz, át, vagy kimegyünk jobbra. Jó. Mert... Én a vezetést élvezem a legjobban. Ő van kapcsolva a lámpám? Ja, nem. Gáz! Vigyázz a tolatok! De amúgy hogy kéne kilátnom ebből a szarból? Vigyázzad! Határőr biznisz! Uram! Le az útról! Sürgős ügyben megyek! Úgy neki! Konkrétan neki mennek a fának. Azaz! Ezt szeretem én hallani. Szerda délután, hogy koccanásos balesetek százait okozzuk. Zene! Ra-ra-ran, babuska! Azt hittem, hogy a mozgó járművet kell elkapni. Vigyázzat, jövök! Ám erre, erre? Aha! Vigyázz! Hát nem, a kollégák megbüntetnek. Nem szirénával jöttem, fixen nem. Hoppá! Vigyázz, Johnny! Vigyázz! Odlikto. No, poszedk várit s oficerem Novokovem, ať prekážne jevo vsiem zobránu kontrabandu. Eno, takože až možno povťať vsie za posredstvo až lugázny mašinu. Johnny, jó vagy? Johnny, gyere! Elviszlek magammal! Gyere, ne aggódjál! Beraklak a kocsiba! Elviszlek anyádhoz! Nem lesz baj! Ne aggódjál! Hát nem mondjuk el senkinek, jó? Azt mondjuk a kocs... Nehogy már eltűnt, hát még át akartam kutatni a testét! Meg... Na jó... Tiszteletem! Hát lista. Itt vagyok, igen. Johnny-t nem látta, törzsőrmester uram. Itt kellene lenni a Johnny-nak, de én nem tudom, hogy hova tűnt. Aha. Jó, mindenképp neked kell eladni mindent, véletlenül se illegálva. Hát persze. 108 dollárt kaptam ennyi kokainért meg cigarettáért? 500 mínuszt azért meg elütöttem egy rendőrt? Na jó,
Johnny üzeni, hogy felmondott. De figyelj, van itt még loot. Csak elvinnék valamit. Nem lehet. Soha mi ingyen. Hopp, ott titkos KGP fájlok, az bizony. Aha. Jó van, köszönöm uram. Köszi, köszi, mentem. Jó, és most menjünk vissza a határra. Hát ez egy sikeres küldetés volt. Köszi csodalámpa a szupercsetet, Imre köszi az ezüst tagságot, üdv köztünk Sanyi, Attila neked is köszi a bronz tagságot, Kajak köszi a szupercsetet, szép napot néked is, Kopasz köszi az arany tagságot, Máté Neko, Nikoletta, nektek is köszönöm szépen a támogatásokat. Na, kapcsold föl a villanyt, kapcsold a szirénát, úgy, babuska szól, valahogy ki kell innen jusson. Na, hogy 500 dollárt levont, amiért elütöttem a Johnnyt, az nagyon szomorú. Miért nem ugrott félre? Látta, hogy jövök. Jobbra megyek, ugye? Dolgos nap volt ez, gyerekek. Szomorú, hogy így kellett alakuljon. Szegény Johnny. Pedig jó gyerek volt. Mindig segített raktározni. Azt még ki se tudtam lootolni a testit. Na, nem baj, majd vigasztalódunk a határon. Jó, megmotozzunk valakit testüregileg. Vajon miért megy előttem folyamatosan egy árnyék? Úgy sötétedik, ahogy megyek előre. Jó irányba megyek vajon? 50-es tábla van. Mennyivel megyek? Hát 85-tel belefér. Halló? Johnny, vigyázzál, mert másik Johnny rosszul jár. Hát bazeg, így tolatni te. Tudtam, hogy neki megyek. De hogy tolassak be? Azaz. Na, csak megoldottam. Jó van, babuska, csönd. Persze nem kötelező betolatni, de hát azért így mennyivel jobb. Na. Hát akkor nem csak a határon lehet dolgozni, ezt is láttuk. Micsoda változatosság. Szevasztok, cső! Ez a nap jó volt. Az a mínusz 500-as gyilkosság, az kicsit... Kicsit az egyenlegünknek... odarakott. És közben pont megjelent a játék. 17 euró lett Steamen. Na, köszi az infót, Domini. Jó reggelt, Vietnám! Aha. Figyelem, figyelem! Ma ismét csempészeket fogunk vizsgálni, vétel vége. Nagyon jó. Tessék jönni! Tessék jönni! Azt mondja, egy Al-Baraki csempészre figyeljünk. És... Aha, import of goods. Be kell mutatni, hogy mit szállítanak. Aha. Jó, kérem uram, szálljon ki a járműből. Nem szállíthatom ki. Na nézzük. De lefelé nyújtsad a dokumentumot. Azt mondja, ott a kargó listája. Cementet szállít, budit, hűtőt... és egyéb szubstanciákat. Lev Ivanovics stimmel. Érvényes a passzaportó. Érvényes a belépő. Nagyon jó, mindent rendben találtam. Oké. Na most akkor gondolom át kell nézni a rakományt.
Afganisztánu. Ezt uzicek Ruszkov piszotnika. Cargo notebook. Ja, ilyenkor föl kell vegyem mindig a cuccát. Ja, ezek újra spónolnak? Nagyon jó, hát eladom majd a fejszéket meg az extra késeket. Azt is vett föl, hát eladjuk. Na, azt mondja, cargo notebook. Aha. Na, hadd nézem, uram. Azt mondja, hogy... Use your notebook to count all the cargo from this vehicle. Hold. Aha. Aha. Budi. Budi. Ott főzőke, izéke, flamaből. Igen. Igen. Ja, és akkor most össze kell hasonlítani. Igen, az ő az. Nagyon jó. Azt mondja, ezt is össze kell kattintani, vagy nem kell? Cement, toilet, hűtő. Két hűtő van nála, haló? Ajjajjajjajjaj. Hát, az bizony nem stimmel a lista, Johnny. Jajjaj. Hát ebből gond lesz. Már veszem is elő a lámpát. Ebből baj lesz, kedves barátom. Ebből baj lesz, bizony. Ezt itt, ezt most beszoptad, drágám. Ez itt nem megfelelő. Itt nagyon nagy bajok lesznek. Azon nyomba szállják ki a járműből. Ott az exitálja. Nem lehet kiszállítani? Miért nem tudom letartóztatni? Nincsen nálad drog? Ne hazudjál. Észreveszem. 10 kilométerről megérzem a kokót. Aha. Hát ez bizony beszoptad. Denied. Onája nyetapot. Nyetapot. Menjél haza. Ja, hogy ki is lehet pakoltatni amúgy a rakteret? Aha. Oh. Szóval itt még ezt is... Aha! Tehát itt még szembesíteni kellett volna a hibákat. Oké, okay, a cargo listán. De most ez is még kell levonni, hát visszaküldtem! Hát rossz volt a lista. Faszom. Nem valók ezek a játékok nekem. Ójjaj! Na, hát uram, ott biztos nem! Ott biztos nem! Oh, no. Oh, no. Aha. A hippi Scooby-Doo mobil. Na most kell kipakoltatni majd. Na, akkor hagyd látom az iratokat. Köszönöm. Ezt már most megmondom neked, Rabich, hogy itt nem fogsz tovább menni. Itt ezt most nagyon beszoptad. Ilyen hippi autóval itt neked nincsen maradásod. Hiába csak tranzitolsz. Tranzit vadászkodsz itt. Na. Figyelj ide, azt mondja. Kargó. Ott pakoljad ki. Ott azt mindent ki is pakol. De az mit jelent, hogy kipakol? Ja, hogy kirakja ide? Aha. És akkor itt majd át lehet vizsgálni, hogy mi van benne? Aha. Ott mindent pakolják ki. Aha. Hát itt nem szeretjük a te fajtádat errefelé. Ez az. Itt nem jelöltem be vajon. That now you can count it and search for contraband. Az oké. Okay. Megnézem a illegális jelöléseket. Ja, ott a kígyó rajta. Aha! Aha! Na, ott nagyon nagy bajba vagy. Ott fejszével kell. Deal! Hoppá!
Ott a koksi! Az uborkába csempészed, mi? A rave partira! Tudtam én, hogy gyanús vagy? Na, öcsi! Ott a szállják ki a járműből nagyon gyorsan. Úgy is van. Hivatalosan is szeretném bejelenteni, hogy ezt beszoptad. A koka uborkát, azt hitted, nem veszem észre. Várjál, te a koksit elrakjuk. Hogy? És még a többit is át tudom nézni. Nem tudom, mindig a tetején van-e a jelölés. Aha! Aha! Az anyádat, te! Ott is van a extra koksi! Azt hitted, nem veszem észre a cementet, de ott van! Cement, mi? Persze. Jó! Kokaubi kokacement. Hát a többit nem láttam. Nagyon jó. Johnny, takarítsad el az egészen. Nagyon jó. Lepakolunk. Azért egyre szebben itt ezt. Tele van a raktár. Hát öcsi, ezt nagyon benézted. Jó. És akkor még... Ja nem, ez csak a cargo list emlékeztető. Jó. Tessék jönni! Jó napot kívánok, uram! De szigorú a tekintetet, szállják ki a járműből azonnal? Gyanús vagy te nekem! Kérem ellenőrzésre az iratokat, köszönöm. Tedd már a kargót, aha. Alikara! Érdekes. Nagyon érdekes vagy te nekem, Ali. Aha. Azt mondod, hogy májusig érvényes a belépésed? Azt mondod, hogy júniusig érvényes az útleveled? Érdekes. Nagyon gyanús vagy te nekem. Azt mondja, egy budit szállítasz? Aha. Azt mondja, budit szállít. Érdekes dolog ez, hogy te csak itt budit szállítasz. Nem gondolod, hogy ez érdekes? Aha. Hát pakoljuk ki a budit. Na, nagyon fogok rá vigyázni, ne aggódjál. Hadd nézem meg. Aha. És mi van a budiba? Aha. Mosógépet is hoztál? Aha. Azt mi van benne? Aha. Persze, hát tudom én, hogy lenyitható a hátulja. Babuska, azt hiszed, nem tudom, hogy belefér a csőbe 60 kiló kokain. Aha. Jó van, szerencséd. Aha. Érdekes. Érdekes ez a lepel, amivel le van terítve. Hadd nézem át, itt a motor terette. Aha. Nehogy azt hitt, hogy elkerüli a tekintetemet bármi. De kis vöcsök. Aha. Jó, szerencséd. Hadd nézem meg az üléseket. Aha, csináljam a munkámat, nincs itt semmi illegális. Érdekes, hogy ezt mondod. Én is ezt mondanám, hogyha szállítanék valami illegálisan. Érdekes kerekeknél. Aha, nincsen egy kis izé? Egy kis vicces dolog nincsen oda beültetve? Azt mondod? Aha, érdekes. Jó. Hogy kell konfirmáltatni a kargóját? Jó, szálljál vissza a járműbe. Hogy vissza kell neki adni a cuccait? You must return the cargo. Aha. Hogy viszem vissza a kargót?
Hogy rakom vissza a kocsijába? Johnny, te pakolsz vissza? Mi az Isten? Józsikám, pakoljál vissza. Úgy, köszi. Nagyon rendes vagy. Nem akarsz valamit bevallani? Akkor mehet. Rádottuk szájámán. Rájak meg szájámán. Ne szájaljál már, mennyi, haladjon tovább. Nagyon jó pénz. Szükségünk van rá, mert... Tessék jönni következő. Nézd már, készítem is. Jó napot kívánok. Tiszteletem, uram. Kérem, szálljon ki a járműből. Nagyon jó. Iratokat kérném szépen felmutatni ellenőrzésre. Aha, minden rendben van velük, azt mondod? Hadd nézzelek. Szokolov elvtárs. Mi áradba? Kereskedünk? Kereskedelembe utazunk? Érdekes dolog, hogy ezt mondod. Nem nézném ki a magad fajtából, hogy legális kereskedelmet folytat. Jó, úgy nézem, az adatai rendben vannak. Szokolov elvtárs. Nem játszott maga a Black Eyed Peas-be? Ismerős nekem valahonnan. Nem? Azt mondja? Jó. Na, lássuk a rakományt. Mibe utazik? Homokba? Aha, érdekes. Én is azt mondanám, hogy homokba utazok. Azt még csak egy homok van itt? Azt még nem tudom kilapátoltatni. Érdekes. Csak egy adag homok? Ez nagyon gyanús nekem. A listája szerint magának két homoknak kéne lennie. Nagyon érdekes. És azzal mi a helyzet, hogy ott el van írva a kedves neve? Aha! Ájja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 jj
Aha. Hát ez így problémát jelent, sajnos. Sajnos itt most meg kell magát basszú, már mint hogy... Aha. Most nem tudom kipakoltatni a homokot. Jó, az megvan. Hát itt ezt még át kell nézzem, uram. Így most ezzel probléma lesz. Na, ez jó főtúró. Mi, ne ássam ki a homokot? De miért pusztul a homok? Nem jó, mert most tönkretettem az áruját. Megint meg fognak büntetni. De hát én érzem, hogy koxi van alatta. Edd el az ásót. Aha. Azért itt én még széjjel néznék, ha nem zavar. Érdekes. Érdekes, hogy azt mondott, hogy minden rendben van. Dani, köszönöm szépen ezt a donation-t. Nagyon szépen köszi. Az aztán szuper csend. Na, hadd nézem itt a motorteret. Ha be se látok, olyan magas a gépjárműv. Ha nem látom az igit. Aha, itt a olajtankban mit csempészünk? Aha. Azt hiszed, hogy nem veszem észre a cuccot, de beszopodám. Jó. De most oké, egy homok és nem... Akkor most mit csináljak? Na most az előbb is megbüntettem a csávót, és nem volt jó. De most el tudom utasítani, de akkor jó lesz? Másik papíron ki kell x-elni, hogy nem egyezik a kárgó. De hogy? Én nem tudok kattintani. Hát nem tudom, hogy mit kell csinálni, hogy beadja. Nem ezen, hanem ami lehet x-elgetni. Ja.
De az itt most nincsen, várjál már. Aha. Cargo list. Ja, így. És akkor a többit meg úgy hagyom, hogy az jó. Aha. Így. És akkor megmondom neki, hogy takarodsz. Örülj neki, hogy nem találtam meg a drogod. Mehetsz haza. Azt majd ne reportold le, hogy kilapátoltam a homok felét, jó? Horosno, horosno! Nagyon jó. Ez az, perfekt! Na most jó volt, srácok, fassa. Zsír! Sikeres nap! Lehet menni aludni. Bence, neked is köszi a szupercsetet és az ezüsttagságot. Attila, köszi a szupercsetet. László Gamer Master, szintén köszönöm szépen. Csanádi Péter, Fruzsi, köszi a 3 hónapot. Kingazita, Tasmanian Devil, köszi az aranytagságot. Buék, Csodalámpa, Vasimre, Sanyi, Attila, köszönöm szépen nektek is. Na hát a mai napot legalább kihoztuk pluszba. Az a baj, hogy egyet elrontunk, akkora mínuszba rak minket, hogy csak na. Na. Ellenőrizzük, mit tanultunk. Jó. Azt mondja... Igen. Valaki nem fog megállni ellenőrzésre? MZH jelű ember. Jó. Próbáljál meg nem megállni. Úgy. My name's Jeff. Mit tudás? Halott szállják ki a járműből nagyon gyorsan. Mi volt ez? Ó, valaki trédelgetni akar. De mi tudok a határon trédelgetni? Várjál, már kell kokain? Aha. Itt van nála cigi? De várjál már, ha hozzá, várjál már meg. Ott azt mindjárt hozok neked minden, mi kell? Kis koxi? Nem kell koxi? Várjál már, tesó. A kokkokó? Kokesz? Nem kokesz? Akkor vidd a cigit. Kokesz? Nem kell? Jó minőségű cucc. Fejsze? Nem veszel fel? Nem? No fejsze? Nem csak cigit vesz, toilettpapírt, meg vodkát amúgy. Örülök, hogy beszélgettünk, azért a papírjaidat légy szíves, azt abban a pillanatban mutassad meg. Dino Radiani, aha, Mamma Mia, Giovanni Trapattoni, jó, névrendben van. Jajaj, hát itt sajnos a kargó listán nem egyezik a név, Tikókám. Ez sajnos, ez így nem fog átmenni az ellenőrzésen, kedves drága barátom. És lejárt a passzaportója is. Na, az is le... Ó, jaj. Hát ez bizony szappanozás lesz ott hátul, kedves barátom. Ez itt szappan lesz. Na, kérem, szállják ki a járműből azonnal. Úgy is van. Ezt most ezt beszopta. De örülök, hogy megvetted a cigimet, de ezt most... Ezt most benézted. Jó. Na. Akkor azt nézzük csak, mit szállítunk. Nézzük csak meg. Azt ott pakoljuk ki. Persze, vigyázok mindenre. Úgy. Ez az. Aha. Banana. Gázrezsó. Egy kis cement, egy kis illegál. Érdekes.
Igye, be ne szállja az autóba, mert nagyon nagy baj lesz. Aha, három cement. Hát ez itt nagyon nem egyezik. Hol a budi? Johnny, várjál már, hát hiányzik egy csomó minden. Azok hova lettek? Eltűntek? Hát ezt itt sajnos meg kell vizsgáljam. Német juhász képességei mellett le kell ellenőrizzem. Ez itt nekem nagyon gyanús. Aha! Koxi-moxi? Nincsen? Könnyű repülés? Semmi? Uh-huh. Én is ezt mondanám, ha gázrezsó lenné. Ja, itt a WC, aha. Érdekes, érdekes, hogy ide hátra lett pakolva a WC, ez gyanús ám. Nagyon jó. Ez az. Csodálatos munka. A toilet, banana crate, biohazard, gas range, ott kettő hiányzik. Érdekes, hogy kettő gázrezsó hiányzik. Nagyon érdekes. Ez miért történhetett ez? Hadd nézem a személygépjárművet át, uram. Aha. Aha. Nagyon érdekes. Szállít valamit, ami nincsen rajta a papírosz? Papírusz tekercsen, uram? Most mondja meg. Most mondja meg, meg kiderítem. Olyan a szaglásom, hogy... Innen érzem. Aha. Aha, ott a... Gyanús. Gyanús, hogy ennyire nincs itt semmi, ami illegális. Meddig fog ez tartani? Hát édesanyád is ezt kérde... Mármint, hogy... Aha. Aha. Jó van. Na figyelj ide. Hát ez bajok lesznek. Mély tartóztassam le, de letartóztatni nem kell. Csak nem jó a... Vizéje. De várj, akkor be kell írjam a reportba? Nem egyezik a név, a cargo list se egyezik. Passport number, meg a fotó az rendben volt. Hát... Más a szakállad amúgy! Érdekes ez a fotó. Átborotválkoztál? Jó, mindegy, azt még elhiszem, hogy te vagy. Bár az orrod, mintha más lenne. Érdekes dolgok ezek. Na jó. Áruját ad neki vissza. Nem találtam kokót. De a országban nem léphetsz be, Johnny. Tuti volt nála valami amúgy. Így jártál. Mehetsz haza. Azért a cigit köszi, hogy megvetted. Volt rajta tetkó? Azt hittem, hogy csak belóg valami ruha. És az volt a más. Aha, a fotó se volt jó, igazatok van. Azt elrontottuk. De a többi az fasza. Mindegy, kaptunk 80-at. Haladjon, tessék, lehet jönni. MZH. Ó-ó! Aha, tegnap nem állt meg ellenőrzésre, uram. Szálljon ki a járműből. No-no. Azt ott... Ne, szálljon ki a járműből. Ilio, ott szabik szarasta? Aha. Ön már most... Ne! Olyan bézd! Megállni! Megállni! Illegális be... Ah! Ne, gyere vissza! Jolly! Hívd a rendőröket! Ja, mi vagyunk a rendőrök! Kapcsold be a szirénát! Gáz! Babuska! Megállni! A mafiózó anyád úristen itt! Ebben az országban csak én bűnözhetek! Gáz!
Úristen, a halálos iramból ehhez képest semmi! Uram, azonnal húzódjon félre a járművel! Álljon meg! Azonnal álljon meg! Felszólítom, álljon meg! Álljál meg! Ott is van, dír bele! Hogy kell megállítani amúgy? Na? De hát neki ment a szikl... Haló? Állj meg! Basszeg! Ott van a paraszt. De ki kell rángassam, vagy mit csináljak? Azonnal! Szálljon ki! Szálljon ki! Na, öcsi! Azt most... Nagy cumiba vagy! Ah, te faszkalap! Ott, ott! Hát, 5 percem van visszaérni? Hát itt még ki akarom lootolni? Hát hülye vagy, ez a Koxi mennyország lehet ez a kocsi. Hát te tele lehet loottal. Még kell időre visszaérni? Hát a tele lett minden jósággal. Hát ki fog foglalkozni az autóval? Senki? Na jó, hát azt mondja, hogy érjek vissza. Szállj már be. Ja, kellett volna pisztolyt venni. Hát nem gondoltam, hogy ilyen durva szituációk történnek itt. Nagyon kemény. Hát hogy faképnél hagyott? Hát legközelebb kilövöm. Igen, hát gondolkoztam rajta, hogy az ő autóját viszem haza, de hát, hogy nem hagyom itt a rabot. Azért őt haza kell szállítmányozzuk. Azt hogy tönkretette? Beszoptad, öcsi. Halló? Elkaptam egy bűnözőt! Egy brigádó starsini Gavrilova. Oni madre trpsája. Ili ksavo fista terrori, ať laso pilnikovnaja. Tielo eto arme. Elvesztettünk valami csapatot. Micsoda, hát itt most valami bűnüldözés lesz. A bicskámmal megyek, azt intézem. Hova lett a rab? Itt, ez az? De nem, ő 3 napja itt van egyébként. Várjál, és a polícia autóba benne maradt az előző? De hova lett, akit elkaptam? Na jó, az érdekes. Ott van a szolgálati fegyver! Aha! Na! Öcsi! Hát abba a piatba mehet a kod! De most az előző rabommal, Vile? Nem tudom, mi történt. Nem baj, most akció van, srácok, bevetés! Mi a szitu? Eto prabotni aparatnyok problema zádon. Aha. Eto za lizsna a dróni od montra. Kontaktolnom kell a sergeantet. Aha, a szómihez kell menni, gáz. Gyerünk, babuská! Hogy megyek? Egyenest, aztán verek egy jobbost. El az útból. Mi ez a hippi gyerek volt? Hát téged már egyszer elkaptalak, hogy léptél be az országba? Hop, hop, hop.
Ez a zene tökéletesen illik a vezetési stílushoz. Sok embert hat meg, ahogy én itt az erdő közepén fufajkázom. Melyik a kézifék? Hogy lehet berántani ennek a seggét? Gyorsan meg kell mentsük a Gavrilov elvtársékat. Aha. Itt van a balhé. Oda néz, ott valami hatalmas banda háború van. Mi? Ott valami kooperáció van a rendőr. Haló! Az ott biz, az árulás! Ott az elárultak minket. Haló? Micsoda? Az anyámot! Hülye vagy, mi ez a játék? Lőnek ránk! Hát elárult az őrmester! Az anyódat, mi lett ebből a játékból? Bám! A határőrség nevében lefoglalom az életüket! Tűke! Mi? Hát az agyom, mi? Elárult minket a rendőrfőkapitány. Na várjál, hát nem voltam erre felkészülve, add ide! Script volt? Nyugi, script volt! Úristen! Hát micsoda sztori van itt, gyerekek! Ott ez hatalmas balhé volt. A lázadók elszakadtak, elszaladtak engem, meg itt hagytak meghalni. De túléltem. Ez volt a tréning. Mostantól magamra maradok. Azt a mindenségét. Hát ilyet. Dödödöm. A második fejezet. Mik vannak te? Na jó, Lio Raportácskú. Oda néz. Elárultak minket. Ha? Erkei királyságból nem engedhetünk be semmilyen árut. Háború van. Aha. A virágos autó az csempész autó. Aztán egy 44 éves csempész is van. És van egy törött üveges csempész autó is. Aha. Meglesztek szóval mindannyian. Mindenkit elkapok, srácok. Ott a pisztolyt, megtarthattam a pisztolyt, nagyon jó. Koxit visszarakjuk, pisztola... Na. Úgy, azt ad ide. Na most olyan büntetést hajtok végre mindenkin. Te még mindig itt vagy? Jó van, te még itt leszel egy darabig, ne aggódjál. Na, a policka most bekeményít. Innentől kezdve warzone-ozunk. Így. Na gyere csak! Aha, gyere bassz meg. Állítsd meg az autót. Aha, úgy szállják ki. Szállják ki, bat. Ez. 44 éves. Törött lámpa. Aha. Tedd föl a kezed, köcsög. Szállják ki. Azonnal kifelé. Ez egy veszélyes ország. Másképp mennek itt a dolgok most már. Utassad a dokumentumot. Rálács, menó! Pillanat alatt szívvel lőlek. Na várjál, most nem adtad oda a papírokat. Add oda a papírokat, vagy lövök. Háború van. Várlik Kamalov. Aha, Mr. Kamalov. Három kecskét szállít. Érdekes. De Erkelyből érkezett. Aha. Na és azt hogy tudom amúgy azonosítani? Aha, hát ez lejárt a belépési engedély, öcsi! Lejárt a belépési engedély, öcskös! Ezt nagyon beszoptad, haver. Ezt nagyon csúnyán benézted most.
Az rendben van. Na. Pakolják ki, aha. Az egy kecskének tűnik. Jó napot, ön kecske? Köszönöm. Na most meg kell nézni, hogy a kecske seggébe esetleg. Aha. Nem te szállít semmit a kecs? Aha. Azt mi lett a többi kecskével, uram, egyéb iránt? Azt így megkérdezhetném? Johnny, pakoljuk vissza a kecskét. Ne várjál még? Még azért így szétnézek. A kecskés úr. Mibe sántikál? Jó. Ista bácsi, pakoljuk vissza a kecskét. Köszönöm. Nagyon jó. Ez az. Na, hadd nézem a járművét, uram. Már nem engedhetem be a kecskével. Az jobb, hogyha felkészül rá, hogy itt visszafordulás lesz nagyon gyorsan. Aha, érdekes. Érdekes a motortér. Jó, és most komolyan a kecskét szállítasz, azt arra figyelsz, hogy ne legyen koszos semmi? Hát a pofám leszakad. Jó, aha. Jó van, azt mondja, hogy... Azt mondja, ez lejárt. Entry reguláció. Kargó lista. Az jó, a fotográfiát elfogadom, uram. Az az egy járt le. Így. Szerintem így jók vagyunk. Lejárat, szállítmány és belépési korlát. Szerintem ezek vannak. Jó, húzzá haza. Barásta a sipka! Itt már korlát van, ebbe az országban nem léphet be akárki. Menjél, húzzá! Perfekt! Ez az. 100 dodó. Haladjon! Jó napot, uram! Kérem, fejezzem be, akkor szálljon ki a járműből! Így is van. Mit kell keresnem? 44 éves férfit. Törött lámpa. Nem törött a lámpája. Kérem, adja át az iratait. Nagyon jó a polákja, azt amúgy lefoglalnám. Kamal hiob. De amúgy kell... Mit magyarázol? Jó, fogd be a pofád. Azon izélek, hogy ugye a fáradtságunk csökken, hogyha rányomok erre, hogy egyezik-e a neve, de hát a szabad szemmel is látom, amúgy nem muszáj rányomnom, nem? Érvényes az okmánya. Csak látogatóba jött. A rali nemzetségből. Pofára. Szerintem stimmel. Az a kérdés, hogy szállít-e valamit a polákkal. Amit nem kéne. Aha. Érdekes. Nem kötelező, az csak segítség. Aha. Nem látok jelecskét. Az automobilban. Érdekes, hogy ennyire rendben van minden, uram. Jó. Uram, végeztünk a ellenőrzéssel, haladjon tovább. Itt akkor ez kiket mehet. Üdvözöljük szerény országunkban. Érezze jól magát. Csomagtartót majd borítsa le elől. Haladjon. Remélem, nem néztem el. Ez az. Perfekt. Jön a pénz!
Jöjjön, haladjon! Állítsa meg a járművet! Szépen beszőjét, tegeződni mersz, úgy van, kész föl! A szar is álljon meg benned! Uram! Itt mi történt az autója lámpájával? Aha! Érdekes! Szálljon csak ki a járműből! Amúgy csak egy törött lámpája van. Na! Dokumentumokat kérem tisztelettel ellenőrzésre felmutatni. Köszönöm. Ozen Umarov, rendben van. Paszport szám, rendben van. Ó, jaj! Hát ez a belépési engedély, ez lejárt, uram. Ott az... Jó, segbe kuki lesz, és ráadásul Erkelyből érkezett. Nagyon érdekes. Aha, hát ez kellemetlen. Ez itt már áthatolásnál, az már ott lejárt, uram. Így van. Így van. Fotográfiát mutasd a pofád. Á, fogjuk rá, szódával elmegy az arca. Az rendben van. Úgy. Szállít ön valamit a személygépjárműben, uram? Most mondja el inkább, mielőtt előveszem az análtágítómat. Most még bevallhatja. Nagyon ramaty állapotban van ez az automobil. Azt kell, hogy mondjam önnek, hogy gyanús. Aha. Az ott micsoda. Aha. Semmi. Érdekes. Nothing illegal? Aha. Én is ezt mondanám, amikor éppen csempészeti kedvembe vagyok. Aha. Hoppott, mi van? Semmi. Igen. Érdekes. Jó. Hát... Szerencsét, de nem találtam semmit. Igen, hát a tükör is hiányzik. Kicsit ramagyban van ez az autó. Jó. Na most akkor az van, hogy entry regulation, de csak trade embargo van, nem? Driver scanning unzin from elken prohibited from entering, de emberek beléphetnek. Igen. Jó, akkor ő bemehetne, ha érvényes lenne a belépési engedélye, de az nem érvényes, úgyhogy nem jöhet be, mert lejárt a entry-e, úgyhogy ennyi, mész haza. Kocsi alá elvileg nem tudunk benézni. Életkorát nem néztem meg. Hibátlan! Úristen, három perfekt egymás után, chat. Nem néztük meg a napi híreket. Elképesztően izgalmas. Jó, kövi! Haladjon, uram! Jöjjön! Vamos! Vamos, nachos! Állítsa meg a járművet, mert... Nagyon el tudok durranni, az az igazság. Áj, milyen szépen beszélsz! Na, szállják ki abból a kocsiból azonnal! Mindig gyanús, ha valaki ilyen kedves. Na! Abban a pillanatban dokumentumokat szeretnék kérni tisztelettel ellenőrzésre. Mutasd magad! Pavel! Pavel Zubkob, Erkelyből jöttél. Hát, ezt már akkor eleve beszoptad. Ojajajajajaj, ott az, ajajaj, itt nem egyezik. A passport number se egyezik, öcsi. Jajaj. Hány éves vagy te, faszom? Mármint kedves barát, nem vagy 44 mondjuk, jó? Az jó. Tehát akkor a námesú entry reguláció is lesz. Otó az rendben van. Akkor most még ellenőrizzük a szállítmányát, kedves uram!
Nézzük meg, aha! Elsőre malacoknak tűnnek, de azért én erről nem bizonyosodnék meg ilyen könnyedén. Egy kis malac, két kis malac. Jó. Ánusz vizsgálatot megkezdeni. Aha. Nem szállított cocoskának a beleibe semmilyen illegális cigarettát, zöld fűszert, pénásan fogyasztható testcserkentőt? Nem biztos? Most mondja meg, mert elképesztően be tudok vadulni a 9 mm-esemmel, és most nem a farkamra gondolok. Aha, semmilyen illegális dolog nincs magánál, érdekes. Nagyon érdekes. Aha, és ez itt mi? Mi az? Mi az a zöld fűszer maradványot? Ne várja meg, míg előhozatom a német juhász kutyusokat, mert nagyon nagy baj lesz, uram. Uh-huh. Janus, nekem ez itt. Aha. Ott mi az a kotongumi? Semmi, elnézést. Igen. Érdekes. Nagyon érdekes. Nem használ ki így jó festményeket a gépjárművön? Aha. Én is azt mondanám. Nagyon érdekes, csak itt ezek a dolgok. Aha. Jó, uram. Azt mondja, hát eleve a malackák se stimmelnek, tehát kettő malackát találtam, nem négyet, tehát négyig én is el tudok számolni. Lacikám, pakoljuk vissza a malackákat, légy szíves. Így. Nagyon jó. Uram, sajnos eleve embargó alá esik, amit hozott, illetve ezen kívül minden szar, amit csinált. Koxit nem találtam, de hagyja el az országot abban a pillanatban, köszönöm. Na, takarodjon, mert úgy haladjon tovább. Szálljon be, röffentse be, takarodjon. Jó, ne kelljen problémázni, kérem. Haladjon tovább. Senki nem jött még Coxival. Perfekt. Jön a pénz. Következő! Szépen lassan haladjon, uram! Aha, az a kucsma, az mágyanus. Egy törött lámpa. Érdekes, azonnal pattanjon ki abból a járműből, uram. Milyen céllal érkezett az országba, adja át a dokumentumokat. Ez a flanelling, ez szintén gyanús. Ön eleve ilyen moleszterálónak néz ki. Alexei, Mr. Alexei Alexandrovics. Alexei Alexandrovics, az stimmol. Papírus tekercs stimmel. Lejárat stimmel, még érvényes a passzaportó. Ön itt lakik, aha, tehát ő akarisztáni lakos. És szállít is. Aha, mindjárt megnézzük, hogy mit szállít, uram. Hány évesnek tetszik lenni? Azt mondja meg nekem nagyon gyorsan. Nem 44, a többit nem számolom ki. Jó. Azt mondja, hadd látom, mit pakol? Aha, hát a cereál maximál. Aha, ott a hátsó ülésen egy kis táska. Aha. Megvizsgálom, ne tessen aggódni. Nagyon jó vagyok matematikából. Aha. Egy kis gabonát szállítunk, ugye? Érdekes. Aha, hadd nézem. Aha. Janus, hogy nincsen magánál tangabugyi, és csak ilyen inget hord, ez mifelénk, ez nem szokás. Csak mondom magának. Hadd nézem az acskóit. Aha, nem szokott kígyókat festegetni az acskóra UV-fénnyel? Biztos, érdekes. És miért van kitörve kettő lámpája, azt megkérdezhetem öntől, mert egy hátsó meg egy első is ki van törve, ez nagyon érdekes. Tudja, hogy pont egy ilyen személyt keresünk? Hallott ön erről? Hadd nézek ide bele. Aha. Érdekes. Nagyon érdekes a motorkészülék. Aha. Nem látok semmit. Ne aggódjon, megfogom, mert itt mindjárt benézek a szövet alá. Aha. Persze, mondja csak a hülyeségét. Átnézem a plafonót is. Nincs kígyó. Hogy rohadjál meg? Hova dugtad? Hova dugtad, te rohadék? Megtalálom úgyis. Tudom, hogy szállítasz valamit, bassz meg. Hova dugtad, te rohadék? Pedig két törött lámpája van.
Wanted Oberankov member, Escape Policeman, 70s Karatika Border Crossing. De azt honnan tudjam, hogy bűnöző-e? És azért meg két törött lámpája van. Most tartóztassam le, meg két törött lámpája van. Csomanó, köszönöm szépen a giftet. Nagyon köszi. Ádám, Máté, köszi a szupercseteket. Nagy Dani, neked is még egyszer. Nagyon köszi. És Bence, szintén. Három törött lámpája van? Kettő van neki. Cargo listja stimmel. A mindenes stimmel amúgy rohadjon meg. Nem találtam semmit. Pakoljunk vissza, Jóska. Vagy vászidó? Hát Maduro. Szállítmánya is stimmel. Név is stimmel. Szám is stimmel. Érvényes. Nem volt jelölés az acskón, úgyhogy nem vágom szét. Ez a pali rendben van. Ha csak nem annyiból le kell tartóztassam, hogy két törött lámpája van. Az autóján. De más információ nincs róla. Nem tudom megkérdezni a törött cuccokról. Arca, az is rendben van. Mi van, ha letartóztatom? Tartóztassam le. Nem lehet ilyen reportot kérni? De miért mondjátok, hogy három törött lámpája van? Egy, kettő. Na most nem tudom, hogy az alapján letartóztassam-e szerintetek. Nem lehet így bekérni, hogy várjál, itt van valami. Itt lehet upgrade-elgetni? Remain distance, valid inspection, invalid, ezek a statok. Ja, itt lehet upgrade-elni. Ja, hogy nagyobb legyen. Hogy föl lehet venni embereket? De mi, és akkor jobb fegyvert kapnak? Ő ki? Prison guard. Ja, hogy ő őr. Határőr. Ő is egy őr. És akkor miért jó, ha többen vagyunk? Mi ez, valami sniperes? Ő, kocsit is lehet fejleszteni. Oda néz! Ű, te az nagyot megy. Jó, engedjük útjára az úriembert. És majd kiderül. Haladjon tovább! Most már legalább megtudjuk. Arra nem maszta! Jó. Zsír! Elhoztuk a tökéletes napot. Property maintenance, vehicle maintenance, jó. Plusz 500 dodó. Végre nem öltem meg senkit. Belejöttünk. Na ez nagyon nyugodt nap volt, úgyhogy most tele leszünk balhéval fixen. Úgy, harasó, belétek is. Ó, milyen kedves üzenetek. Lekommunistáztak. Hát az vagyok. Hát ez egy kommunista ország. Jó. Mik a napi hírek? Ugyanaz. 44 éves. Virágos autó. Törött lámpa. Na. Pisztolyt elő. Haladjon. Na ezt fixen bűnöző. Jó napot kívánok, azonnal szálljon ki a járműből. Lámpái rendben vannak. Kérném az iratait, uram. Propsájó dokumenti.
Azt mondja, hogy... Úristen, hány éves vagy te? Nagyon sok. Eraj Karabaev. Stimmel? Eraj Karabaev. Az is stimmel. Egy tehenet szállít. Paszportos stimmel, érvényes, érvényes. Jó, viszont trédelni jött Erkelyből, tehát az már vissza fog fordulni. Nem hozunk be tehenet onnan. Fotográfia. Stimmel. Jó. A pakoljon ki. Az egy tehénkének tűnik határozottan. Nem pakolom ki a bocit. Jó. Tehénkén nem látok semmit. Hogy kéne belelátnom amúgy így a motortérbe? Ja, így. Jó, az rendben van. Rendben van. Jó. Passzi. Rendben vagy, de nem hozhatsz be cuccot. Elszökik a tehén. Jó, a többi rendben van. De mala. Lehet menni. Ne, hát a tehén! Hát csukd be! Hát kiesik a izé! Vigyázzál már iskára! Nagyon jó. 100 dodo in the bag. Itt semmi balhé nincsen, srácok. Minden megy a maga útján. Szevasz, uram! Lámpák rendben vannak. Vadájcsi, szállják ki nagyon gyorsan, Vadájcsi. Gyanús a mozgásod amúgy. Terrorista fejed van. Na, azt mondja, hogy kagasztáni férfi, nem 44 éves. Érvényes a cucca. Az is érvényes, dolgozni jött. Ajajajaj, az a szám az nem stimmel sajnos, öcsi. Amir Csizurig, ajajajajajaj, az is rossz. Ott minden rossz, öcsi. Hát itt nem lesz belépés. Lejárat az oké. Okay. Megnézzük, hogy a kárgó lisztje az oké-e. Aha, az határozottan 2 darab csirkének tűnik. Szerintem ez csirke. Azt viszont ki kéne pakolni. Jó, uram. Tehát a hátsó ülésről azt át fogjuk nézni. A szállítmányát azt át fogjuk nézni kegyetlenül. És ha már itt vagyok, akkor engedtessék meg, hogy itt megnézzem, hogy ön esetleg utazik-e bármilyen könnyű vagy nehéz drog csempészésében. Nem. Nem. Jó. Azt mondja, hogy... Egy csomag, két csomag, három csomag. Igen, hadd nézem, mi van benne. Nem látok rajta tenorista jelölést. Jó. Csirkéken se látok ánuszbehatolásra utaló jelet. A cikán pakoljál vissza. Köszönöm szépen. Jó. Azt mondja, kargó lista az egyezik, de beszoptad a nevedet, meg a passzaportó numbert, úgyhogy mehetsz haza. Jó. Köszönöm szépen, örülök, hogy velünk tartott. Soha többet. Ne, a magyarázzál, mert meghúzom a ravaszt, nagyon gyorsan szálljál vissza. Aka van. A szláv monopolis bácsit hazaküldtünk. Motorteret nem néztem át. Na, látjátok a kapkodás. Jó, nem volt nála drog. Asza. Alarm! Alarm! Alarm!
Alarm! Honnan támadnak? Illegális határátkelők! Gyerünk, fiúk, abba a pillanatba! 46-os pozíció! Mindenki vegye föl! Jönnek! A kazasztániak azok! Anyátokat akarják leszídni! Tűz! Nistoje! Jönnek a migráncsok, lőjetek! Osztom a hediket, úgy, dur! Figyelj, Lacikám, balról flankelnek, lőjed, Laci! Jel, Laci, jobb kettő, szigorú a budi mögött! Kapta! Ott is van! Íj, a slow-mo! Gyönyörű munka! Gyönyörű munka, fiúk! Így kell megvédeni az országot! Az Obarankov gang! Azt a mindenségit! Le akarták váltani a kommunizmust! Hogy lootolom ki a testüket? Miért nem tudom kilútolni őket? Hát ilyenkor a fegyvereiket megkaphatnánk. Gumilövedékes vízágyúval lehoztuk. A gyerekek, itt kelleni fog erősítés. Hát itt mindjárt fölveszek, itt várjál már. Hát valamire költsük már a pénzünket. Ott emberekre van szükségünk. Ott volt egy ilyen tornyos Johnny. Azt a tornyos Johnny-t ad ide. 250 ér. Őt is felvesszük. Őt is felvesszük. Így van. Nagyon jó. Ezt már szeretem. Teljes a csapat. Már hatan vagyunk a határon, plusz én. Ez a beszéd. Így kell elkölteni a pénzt. Így. Ez az. Hát fegyvert is vehetnénk, de megpisztolyozom én őket. Van még lőszerem. 15. Itt van valamim? El kéne adni a koxit. Te hogy érzed magad? Tudom, hogy három napja itt vagy. Itt vigyázz rád, Béla bácsi, az új prison manager. Zsír. Na, haladjunk tovább. Igen, mondjuk az legit dolog, hogy mostantól ez több pénzbe fog kerülni. Jó napot kívánok, pakolják ki. Hoppá, egy törött lámpa, aha. Egy törött lámpa, érdekes, szállják ki nagyon gyorsan. Nem lehet valahogy több pénzt csinálni? Így, hogyha nem jönnek illegális áruval, hogy keressek több pénzt? Sevda Aliyev Erkelyből érkezett dolgozni. Az nem járt le, az se járt le. Nem 44 éves. Passaporto number az... az jó. Jó, ez így legitnek néz ki. Hadd nézem az arcod. Ugyanolyan ronda vagy, mint a fotón. Jó, az így, az rendben van. Nem szállítasz semmit. Aha, hadd nézem akkor azt át. Áldás, békesség, jó napot. Nem látok illegális üzelmekre utaló jeleket. Tisztának néz ki a faszi. Jó. Szerintem rendben vagy. Próbálom pörgetni, hogy ezek, mert ezek az eventök faszák. Van vesztegetés a játékban, egyszer már megpróbáltak vesztegetni. Igen, azt látom, hogy írjátok, hogy ó, előléptettek! Ú, több pénzt kapunk, nagyon jó! És Vladot mostantól ide tudjuk hívni. Azt írtátok, hogy törött az ablak, de ez egy teljesen irreleváns információ, hogy törötte az ablaka. Az egy nem illegális, ha törött az ablaka. Ó, jaj, 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 jaj. Na, hát itt mi történt? Jó napot kívánok!
Ad nem is kértem a dokumentumjaidat, de köszönöm szépen. Akkor, ha már ilyen készséges vagy, szálljál ki azonnal a járműből. Na. Azt mondja, a lámpákat hadd vizsgálom meg. Nem töröttek. Jó napot kívánok. Kumar Atayev. A név stimmel. Érvényes a dátuma, de Erkelyből jött, tehát nem engedhetem be. Az se járt le. Júliusi, decemberi, hány éves vagy? Jajjaj! Ó, jajjaj! 44 éves a fiatalember. Ó, jajjaj! Ó, jajjaj! Érdekes. Az már biztos, hogy be nem léphetsz, de most kiderül, hogy csempész is vagy, akkor nagyon nagy gondok lesznek. Szén, nem tudom kilapátoltatni a szenet vele? Jó. Amúgy azt szállít. Ott is. Tök mindegy, hogy nem trédelni jött, hanem dolgozni egyébként. Mhm. Ó, rejtetted el a szájrét, te köcsög. Ó. Rohadjál meg, tudom, hogy csempész vagy. Nem lehetsz véletlen 44 éves. Hmm. Ez baj, mert minden rendben van megint. Ha csak bele nem, de miért nem tudom kipakoltatni a szenet? Most nem áshatok bele. Ott a lapos gumi. Ez valami fantasztikus észrevétel. Mit csináljak a lapos gumival? Ti ne legyetek határőrök. Lapos gumi, azonnal letartóztatni, hívjátok a kommandósokat! Akkor annyi van, hogy nem léptethetem be, mert... kárgója van Erkelyből. De ha kilapátolom, akkor megsértem a izéjét. Nem? Amúgy nem szabadna rálapátolnom. Akkor így meg fognak büntetni. Mondjuk beszart. Jó. Nyet. Nyet vas. Kiváló, hibátlanok voltunk megint. 130 dodó. Hop-hop! Virágos hippiriadó! Na jöjjön csak közelebb, uram! Hú, de terrorista fej... fejed van? Mi az, hogy fuck? Szálljál ki azonnal? Te már most mész a dutyi, ezt már most mondom neked. Ez már most dutyi lesz, öcsi. Úgy, na nézzük. Jakim Bondár. Név rendben van. Szám rendben van. Passzaportó nem járt le, az se járt le. Oké. Akarisztáni lakos a fiatalember, helyi gyerek. Jó. Minden rendben van, ellenőrizzük a szállítmányt. Ott azt tessenek kipakolni a hippi járműből azonnal. Az bizony, az... Nem vesztegetem az időmet, öcsi. Ott azt ide látom, hogy nagy fogás van. Ide érzem, kilométerekről érzem, öcskös. Nyitvácskú, ott is van a koxi-moxi. Aha, beszoptad. Még most vesztegessél meg, hogyha úgy érzed, hogy valamit tudsz ajánlani, mert ez már szappan lesz. Jó, most mondom neked.
Majd a fotót még megnézem, azt még nem néztem, igen. Jó. Jaj, a gumicska, jaj. Hát, mit csinálok? Ott még kettő koxit fogtam. Öcsi, nagyon szarnapod van az a helyzet. Ebből nagy csücsülés lesz. Hoppácska! Hoppácska! Hogy kell leszedni? Ne kurvázzál! Aha! Ott is egy kis koxi! Hát ebből mi nagyot fogunk partizni a fiúkkal. De azt onnan ki kell szedjem? Ott is van. Hihi! Gazdagság van, gyerekek! Maradjál, öcsi, mert édesanyád a munkahelyen szopott ennyire utoljára, mint most te fogsz. Ez most nagy cumendáré. Lacikám, mennyi arrébb? Ez most hatalmas cumi. Ez most nagy szopás neked. Nem rajtok rajta jelölést, vagy? Hm? Csomagokon, szállítmányon nem látok jelölést. Mosógépbe is berakná, persze. Pláne, hogyha gáztűzhely. Jó, az rendben van. Na, azt mondja, de most ilyenkor a bajusz az számít, vagy nem számít, srácok? Na most bajusz tud növeszteni. Tehát most ilyenkor a fotó az érvényes, vagy nem? Számít? Számít. Jó, akkor... A fotója nem stimmel, a többi stimmelt. Cargo list az stimmele. Gas range, biohazard material, cheese crate, fertilizer. A cargója az stimmel, csak hát ugye találtunk nála 60 mázsak oxid. Jó, hát uram. Arresto, momentum. Ott még egy testüregi ellenőrzést végre fogunk hajtani. Úgy jó szórakozást. Béla bácsi, tessenek rájuk figyelni. Hát rossz ötlet volt csempészni, de nem baj, ne aggódjatok, én nekem nagyot fog menni. Úgy is van, a koxi raktárt elítődik. Nagyon helyes. Gépjárművet, Lacikám, takarítsuk el. És... nem találtam meg egy izét. A jobb hátsó gumiba is volt koxi, azt nem vettem észre. Viszont úgy nézem, hogyha csempésznek, akkor a többi nem számít, hogy mit jelölök be. Mert akkor csak azt nézi, hogy megtaláltam az összes kokót. Úgyhogy akkor azt nem is kell nézni. Tehát ha koxi van, akkor nem számítanak az adatai. Jó, vége a napi melónak, bemondták. Nem figyeltem a kiírásra. Nem néztétek? Bemondták, hogy jó éjszakát? Ahogy nézem, már nincsen. El kéne adni a kokót. Jó, ti addig intézzétek a dolgokat. Meg a rabokat is. Mostantól, ja igen, Vladot ide tudjuk rendelni. Aha, és hogyha még majd szintet lépünk, akkor el tudjuk szállítatni a rabokat is. Jó. Minek van nálam ez a sok szar? Feszítővast kellett már használni amúgy? Mindent leütöttem a Firex-szel. Úgy. Fiúk, buli van. Úgy. Elvittem őket, Béla bácsi, jó? Lámpát kapcsoljon, mert sötét van, ijesztő.
Oké. Okay. Tukjátok be az ajtót. Bármi balhé van, támadás. Svágodá! Úgy. Kértek zenét, fiú, kapcsoljak muzsikát? Megyünk a dutyiba! Labor campbe visszem őket, ugye? Gáz! Watch out for enemy. Ja, hogy közben így persze bandatámadás érhet engem, nyilván. Bármikor beindulhat egy kis kodozás. Na, azt mondta az egyik rab, hogy alig várja, hogy megismerje a társakat a bányába. Nem sokára megismerkedhetsz mindenkivel, testvérem. Hoppá, elnézést. A lakosságban jó. Támadás! Mayday, mayday! Megtámadtak minket! Az vagy a sniperek? Vagy honnan? Áztam! Picskú! Milyen kurva, ne kurvázzál! Nekem neked kell lőni! Kilőtték a kereket! Palicka! Nehogy elszökjenek a rabok! Kurva durá! Hát mit kaptam? Le lehet lootolni a testüket? Azaz, search body. Ott shoti ammót vittem is. De a shotit miért nem tudom elvenni tőle? Hogy előugrottak a bokorból, bazeg? Pisztoly ammó. Hányan voltak, chat? Pisztoly ammó. Ennyi volt? Talán ennyi volt. Többet nem látok. 100%-om izgalom. 100%-om. Milyen jó fejek, hogy benn maradtak. A kocsit meg ma javíthatom meg. Nem fognak kiugrani, ugye? Hát remélem beindul. Igen, megint úgy kell vezetni, hogy semmit nem látok. Jó, hát a többit majd intézik. Hűha. Már nem megy olyan erőteljesen a gép. Tök jó, hogy nyitott az ajtóval. Fegykáknál. Jó irányba megyek? Igen. V betű a kameraváltás. Ó, köszi. Jobb így first personba, csak így tolatásnál kelleni fog. Cseppet füstölünk, de csak egy picit. Be van kapcsolva a reflektor. Ennyi fény van. Hol tudom megjavítani majd a kocsit? Meghoztam őket. Ez az. Autószereléshez nem értetek? Véletlenül? Nem? Assza. Picsku. Határon megjavítják pénzért, oké. Okay. Jézusom, ez egérérzékenység. Tű. Az a mesék, el kell jutnunk, az a baj, hogy amúgy jó ez az autózás, de nagyon sokat kell menni. Mert most még el kell menjek a map másik végére, rendőrállomásra, aztán vissza haza. Hát, hogy nem szirénával kéne jelezni a gangmemberöknek, hogy jövök.
Ja, el kell vigyük a koxit. Kicsit azért kapta az autónk. Vigyázz már, ha nem látod, hogy jövök! Ez kerülő? Hát szerintem nem kerülő, mert körbe kéne menni az egész. Láttátok, hogy öngyilkos lett? Szegény ember. Nehéz élete volt. Mindenképpen reportoljuk majd a hatóságoknak. Ilyen szomorú egy történetet. Nem bírta az élet súlyát. Nem. Túlságosan nem fizetett jól a meló. Minden baja volt neki. Azt mondom, hogy megint 500-ba kerül nekem az, hogy ilyen depresszívek az autósok. Támadni akart. Mindenki látta. De amúgy nekem nem éri meg elindulni a határról, srácok, mert elindulunk a határról, és több pénzt vesztek a gázolással, mint amennyit kapok azért, hogy leadom a koxit meg a rabokat. Ha most kaptam 280 dollárt a rabokért, kapok még 200-at a kokainért, és 500-at levontak azért, mert cserbehagyásos gázolással megörtem egy civilt. Inkább nem szabad onnan elmozdulni. Plusz eltelik egy csomó idő, mire leszállítom a cuccost. És közben kapom a napi levonásokat. Amúgy meg támadni akart, mindenki látta. És szerintem fixen csempész volt. Én fizetek azért, hogy itt járőrözök, mint egy idióta. Egyszerűbb lenne, hogyha megvesztegetne az összes határátlépő. Nyom már le a szirénát, Dick, hogy rágjam le a füled. Ez egy jó tanulság lehet akkor az életre, hogy az, hogy hogyan kommunikálsz másokkal, az sokat segíthet a mikéntje a kommunikációnak. Vicceltem, bocsánat. Fontos a sziréna, mert úgy legalább kimennek előlünk a hülyék. Sziasztok, itt még mindenki depressziós az állomáson Johnny elvesztése miatt. Szoszi. Mi a helyzet? Hoztam árut. 273! Ezért szenvedtem 273 dollár... Na jó. Elegem van ebből. Mi van nálad? Mi? Hát le lehet cserélni a Nabokov őrmestert. Hát most miért kell ilyen nagy ügyet csinálni? Ebből baleset volt. Szót követett, elmentünk sétálni. Na szép. Ilyet. Szégyengyalázat. Na, amúgy direkt csináltam nyilván, mert ennyi volt a mai bemutatónk a játékról, de epikus lezárás volt, azt gondolom. Srácok! Ez volt a Kontraband. Police. Tudjátok, hogy szoktam vélekedni ezekről a szimulátor játékokról? Legtöbb nagyon repetitív. Sokszor ismétlik magukat. Az a kérdés, hogy ez az ismétléses loop
ez mennyire tud érdekes maradni. A Papers, Please az azért volt jó, mert tele volt vicces sztorikkal. Itt most így 2 óra 20 perc után nem tudom. Tehát amúgy tetszik a játék, meg biztos rengeteg youtuber fog róla 3 hónapig videókat csinálni, csak ugye ők kivágják azt a részt, amikor nem történik semmi. Így stream alapján nem, szóval amikor történt valami, akkor jó volt. Amikor így megtámadtak, amikor jöttek az upgrade-ek, ez így tök jó, és gondolom, ahogy haladunk előre a játékba, még nyílik meg egy csomó minden. Szóval igazából az a kérdés ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy mennyi minden nyílik meg, mennyire tud változatos maradni, mert az, hogy jön az ember, megnézed a számokat, a dátumot, stb., koxit, ugyanúgy körbemész a zseblámpával, az így egy idő után eléggé unalmas. De alapvetően meg jó az alapkoncepció, meg van itt sztori is tulajdonképpen, meg jók ezek a random támadások. Szóval szerintem így egyéne válogatja. Akinek így bejön az, hogy mondjuk 30 percig csak ellenőrizgetsz, és akkor utána van egy kis újdonság, meg egy kis izgalom, akkor így abszolút tök jól működik a játék és fasza. Aki nem annyira szereti ezeket az ismétlődő dolgokat, az meg fogja unni. De ugyanazt a chill, pihenős, kis mikromanagementelős feelinget hozza, amit ezek a szimulátorjátékok hozni szoktak. Igazából azon múlik, hogy kinek mi jön be, tudjátok, annyi szimulátorjáték van már. Aki a House Flippert élvezi, mert inkább kreatív és inkább építeni szeret, arra ott van az. Ez meg ilyen határőrös, kicsit lövöldözős. Ami nem tetszett, az a távolság a térképen. Nyilván, hogyha veszünk jobb autót, akkor gondolom az gyorsabb, és akkor sokkal könnyebb közlekedni. Így az első autóval elmenni a rendőrbázisra, meg a munkatáborba, az így egy kicsit sok alapvetően időben, de hát nyilván, hogyha majd megveszed a rendőrlambót, akkor az is jobb lesz. Én azt gondolom, hogy a 17 eurós ár az korrekt. Tehát, hogy egy ilyen játékért 17 euró az nagyon korrekt. Nem a magyar pénztárcának korrekt, ha átváltjuk forintra, de a többi játékhoz képest, hogy milyen áron mennek a játékok, szerintem ez a 17-18 euró, ez abszolút korrekt árazás tekintetében. Srácok, még itt megköszönöm gyorsan Növényetetőnek, Hunor Zsédőnek, Szabó Sándornak, mind-mind az arany tagságokat, vagy ezek giftek voltak? Ez gift volt, Pap Gergőnek voltak a giftjei, nagyon köszi Gergő. Most látom, még itt szokom a YouTube rendszert, és a feliratkozást, vagy mi a tagságot is, és mindenki másnak is köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy jól szórakoztatok, srácok. Nekem tetszett. Alapvetően ez ilyen YouTuber játék amúgy, mármint úgy mondom, hogy nem streamer, hanem YouTuber játék, ahol ki tudod vágni, amikor nem történik semmi, és ilyen jó kis 20 perces részeket lehet belőle csinálni, összevágva. Szerintem streamelni ezt így sokat uncsi lenne, mert nagyon sok lenne az üres járat, de nyilván fogunk még szimulátorjátékokkal játszani, én nagyon várom a House Flipper 2-t is például, elvileg az is idén jön, ha minden igaz, majd meglátjuk, azokat én is bírom nagyon. Közérdekű információ, lesz ma még Reacts videó hamarosan a Nessai Reacts csatornán, úgyhogy ha nem volt elég az undorító fejemből, akkor még jól ráreagálok valamire. Ma, úgyhogy ott azt meg tudjátok nézni, holnap pedig találkozunk élőben a Twitch-en, szokás szerint 14:30-kor, 14:30-kor, és folytatjuk a foresztezésünket, tovább kalandozunk az erdőben, úgyhogy akkor is lehet még látni egymást, jó? Srácok, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, legyen mindannyiótoknak kellemes délutánja, pihenjetek, játszatok, dolgozzatok, tanuljatok, vagy ne csináljatok semmit, attól függően, hogy mit szeretnétek. YouTube-on? YouTube-on. Nem tudom, mire vonatkozott a kérdés, de YouTube-on. Minden YouTube-on van. Kivéve, ami nem YouTube-on van, az máshol van. Srácok, jó pihenést. Köszi, hogy itt voltatok. Szevasztok! Pa-pa!